Okay. Az üzenet, amit hoztam, igazából van egy ilyen furcsa szó, hogy egy proaktivitás. Hallottatok már erről? Proaktivitás. Okay, és ki fogjuk ezt fejteni, hogy ez mit jelent, és ez nagyon világosan ott van az igében, és Isten nagyon világosan akar erről tanítani minket. És felolvasnék egy ilyen részt az Efézus 5-ből, az Efézus 5:15-17. Azt mondja a 15-ös verstől, hogy jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek. Ne esztelenül, nem bölcsen. Kihasználva az alkalmas időt, mert az idő gonosz. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, nem értsetek meg, mi az Úr akarata. Oké? Okay. És aztán ugye beszél a betöltekezés fontosságáról. Nekem tetszik ez, hogy azt mondja, hogy jól vigyázzatok, hogyan éltek. Ne esztelenül éljetek, legyen bölcsességetek, és használjátok ki minden időt, hát azt mondja, hogy az idők azok gonoszak. És mit jelent az, hogy az idők gonoszak? Napok gonoszak? Tudjátok, én azt gondolom, azt jelenti, hogy az idő az ellenünk játszik. És azért, mert hajlamosak vagyunk úgy gondolkodni, hogy oké, nem tudom veletek, hogy van. Ha van több pénzetek, akkor valahogy könnyebben költünk, nem? Én ilyen vagyok. Hogyha tudom, hogy van több pénz a számlán, akkor így könnyebben költögetek, nem? Oké, és ugyanígy vagyunk. Hogyha tudjuk, hogy van még holnapi nap, akkor nem vigyázunk annyira, hogy bölcsen kihasználjuk. De csak gondoljátok végig, hogy mi lenne akkor, hogyha megtudnátok, hogy mondjuk 15 napotok van. Akkor nagyon, nagyon komolyan beosztanátok minden napot, nem? Majdnem, hogy órára pontosan, hogy mit fogtok csinálni. Mert akkor érték, akkor tudom, hogy nincs sok hátra. Akkor tudom, hogy ebből nincs sok, és ezzel vigyázni kell. És azt mondja, hogy a bölcsember az tudja, hogy nincs sok hátra. A bölcsember az tudja, hogy a napjaink azok végesek. Napjaink egyszer el fognak fogyni. És az az érdekes, hogy Isten nem köti az orrunkra, hogy hány napunk van még hátra. Isten nem mondja el nekünk, hogy mennyi van hátra. És nem tudhatjuk, hogy kinek mennyi van hátra. És a bölcs az úgy él, hogy még sok idő van. Olyan, mint a patópálunk. Azt mondja, hogy eljárjunk arra még, nem? Ráérek még szolgálni, ráérek még odaadni az életem Krisztusnak, ráérek még a Bibliát elkezdeni tanulmányozni, ráérek még arra, hogy a családomban beszéljek Jézus Krisztusról, nem? Hajlamosak vagyunk így gondolkodni, hogyha nem gondolkodunk ezen, hogy a napok azok gonoszak. És azt mondja, hogy lehetünk meggondolatlanok. Azt mondja, hogy lehetünk olyanok, akik esztelenül élnek. És itt az hogy vigyázzatok, hogyan éltek. Itt azt hiszem a görögben, az a szóban, most nem tudom pontosan melyik szónál, hogy akrobatosz. És az akrobatosz, ebből jön az akrobata szó, ugye a cirkuszban, akik a kötélen végigmennek, és nem tudom mi a hosszú kötélen, és még dobálják a izéket, meg ilyen bottal egyensúlyoznak, meg a talicskát áttolják, meg nem tudom. És azt mondja, hogy ugyanígy kell élnünk, hogy egy ilyen vékony, mint egy ilyen vékony kis madzagon járnánk az életünkben, hogy jó, vigyázzunk, hogyan élünk, vigyázzunk a lépéseinkre, ezt mondja például az életben, hogy a bölcs az vigyáz az ő lépéseire. Úgyhogy igen, ez nagyon fontos. És aztán azt mondja az 1 Tesszalonika 5-ben, azt mondja, hogy az 5-ös verstől, hiszen valamennyien a világosság fiai vagyunk, világosan és a nappal fiai vagytok, nem vagyunk az éjszaká és sem a sötétségé. A
akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok. Mert akik alszanak, éjjel alszanak, és akik meg részegednek, éjjel részegednek meg. Mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok, és vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját, és mint sisakot az üdvösség reménységét. Tehát azt mondja egy Pál apostol, hogy vannak olyan hívők, akik alszanak. Vannak olyan hívők, akik nem józanok, ahogy élnek. Nem bölcsek abban, ahogy élnek. És nem jól számlálják a napjaikat. Ismeritek ezt a Zsoltárt, ez a 90-es Zsoltár, ezt Mózes írta, és azt mondja, hogy Uram, taníts minket úgy számlálni a napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. És gondolkodtam ezzel, hogy mit jelent ez. És azt gondolom, azt jelenti ez, hogy a bölcs az beosztja a napjait. A bölcs az számlálja a napjait. A bölcs az nem egy ilyen sodródó életet él. A bölcs az előre tervez. A bölcs az nem olyan, hogyha ére egy hatás, akkor arra reagál. Oké, és kicsit ki akarom fejteni ezt a szót, és szerintem ez nem bonyolult annyira, mint amennyire hangzik. Úgyhogy csak gyertek fel, jó, ahogy erről beszélünk. Tehát a proaktivitás, a pro az mit gondoltok, mit jelent? Ugye a pro vagy a pre az mindig az előremutató. Tehát ez a, nem tudom, a görögben vagy a latinban. Tehát a pro az mindig valaminek az elejét jelzi. Tehát a proaktivitás az azt jelenti, hogy előre aktív. Oké? És van olyan, hogy reaktív. Reaktív, reakció. Oké, és a reaktív az azt jelenti, hogy már valamire utólag reagál. Ugye? Mint a kémia beszélt, hogy a Érdikó tudná legjobban elmondani, hogy a reakció, az van egy hatás, és arra valamit reagál. Jó? És a hívőként élheted az életed egy proaktív módon, meg egy reaktív módon. Jó? És a reaktív mód az, hogyha van valami hatás, akkor én arra vagy reagálok, vagy nem. De olyan nincs, hogy én előre gondolkodok, előre tervezek, előre beosztom a napjaimat, hogyha senki sem megy, akkor én megyek, és én hívok másokat. Jó, ez egy kezdeményező életmód, ahogy megtanulunk járni. És nyilván valaki, tehát vannak személyiségek. Valaki inkább kezdeményező, valaki inkább csak válaszadó. És általánosságban véve a férfiak inkább kezdeményező, és a nők meg inkább válaszadók. De nyilván, tehát vannak nagyon is kezdeményező nők, meg vannak nagyon is csak válaszadó férfiak, úgyhogy ez csak egy általánosítás. De azt gondolom, hogy mindannyiunknak növekednünk kell abba, hogy megtanuljunk egy proaktív módon élni az életünket. Jó? És ez azért fontos, figyeljetek ide, gyertek velem, kérlek, kövessétek ezt, hogy a sátán azt akarja, hogy te reaktív módon éld az életed. Hogy te mindennek csak az elszenvedője legyél. Oké? És ebből jön a fogyasztói kereszténység. Ebből jön az, hogy a gyülekezetekben nem fejlődnek ki ajándékok. Jó? Mert elvárják ezt, mint amiről te is talán beszéltél, Jani, hogy elvárják azt, hogy a pásztor etesse őket, elvárják azt, hogy ha nincs pásztor, akkor nem mozdul senki. Van sok ilyen gyülekezet. Hogyha kihaltak a pásztorok, vagy nincs pásztor, akkor a gyülekezet szétosztik és megszűnik. Mert a gyülekezet az reaktív. A gyülekezet mindig csak reagál arra, ha van valami hatás. De nincs olyan, hogy együtt fölkiáltanak, hogy figyeltek, itt vagyunk hívők, mit tudom én, a Kiskunbüdös Füttyösön van egy csoport, és a hívők összejönnek, és azt mondják, hogy figyeltek ide, most nincs pásztor, de csak mi lenne, ha szerveznénk alkalmakat? Mi lenne, ha együtt kimennénk az utcára? És valaki fölkészül egy üzenettel, valaki viszi a gitárját, valaki visz szendvicseket egy alkalomra, vagy valaki megszervezi a gyerekszolgálatot, és a hívők proaktívak. A hívők előre terveznek, előre szerveznek, nem csak reagálnak, hanem ők kezdeményeznek. Jó? Úgyhogy meg kell tanulnod az életedben, a saját magad életébe is kezdeményezni dolgokban, meghozni döntéseket előre, úgyhogy nincs semmi hatás. Értitek? Mert könnyen élhetjük úgy az életünket, hogy hát ha hívnak valóban, akkor megyek, de amúgy meg nem megyek.
Ha valaki szervez egy biblia tanulmányt, akkor olvasom a Bibliát, de amúgy lehet, hogy nem olvasom a Bibliát. Értitek, mire akarok beszélni? Ha éppen nincs semmi programma, akkor egész nap az ágyba fekszek. Találkoztok ilyennel? Vagy akár magatokban látjátok ezt? Nem, hogy ilyenek vagyunk, hogyha éppen nem nincs semmilyen program, akár a gyülekezetben, vagy éppen nem vagyok behozva a munkába, akkor egész nap az ágyba fekszek, és fogalmam sincs, hogy mit csináljak. Ez egy reaktív élet, ez egy elszenvedő élet. Mindig én szenvedem el a dolgokat. Ha van egy konfliktus, ha összeveszek valakivel, akkor mindig mutogatok. És nincs az, hogy fölvállalom a felelősséget. Nincs az, hogy azt mondja, hogy igen, azt mondom, hogy ebben a helyzetben én voltam a hibás, és el tudjam mondani, hogy igen, hogy hol rontottam el, és hogy nem egy elszenvedője vagyok, hanem van egy felelősségvállalása. És nyilván nagyon széles ez a palett, vagy ez a téma, és lehet sok mindent előveszíteni. De leginkább most ebből az oldalról akartam megvilágítani, hogy hívőként meg kell tanulnunk úgy élni az életünket, hogy megtanulunk szerválni az életünkben. Nem mindig csak fogadni a labdát, hanem megtanulunk szerválni. Oké? Ez úgy, hogy ha van időd, ha van lehetőséged, akkor tudsz mit kezdeni magaddal. Jó? Tanuld meg beosztani az életet, tanuld meg előre tervezni az életedet. Tanuld meg azt, hogy kezdeményez mások felé. Tanuld meg azt, hogy legyél egy olyan hívő, aki nem mindig csak elvárt dolgokat, mindig csak akkor megy, hogyha hívják, mindig csak akkor megy, hogyha van valami, hanem megtanul kezdeményezni szolgálatokba, kapcsolatokba, akár a házasságába. Figyeljetek, azt gondolom, rengeteg férfi úgy él ma házasságukba, hogy nem tud kezdeményezni a felesége felé. Apák nem tudnak kezdeményezni a fiaik felé, a gyerekeik felé. És élnek, ahogy élnek, és sodródnak az árral, és eltűntek és nyilván ez most egy általánosítás, de kevés az a férfi, aki talál, aki veszi a felelősségét, aki tud kezdeményezni, aki azt mondja, hogy figyeltek, értek, kezdjük el olvasni a Bibliát, tartok egy áhítatot a családomnak, a gyerekeimnek. Figyeljetek, én azt gondolom, ez egy nagyon fontos dolog, hogy prédikáljunk a családunkba. Én mindenképp szeretnék, hogyha lesznek gyerekeim, de most így a feleségemnek is, hogy csak jöjjünk össze és kezdjük el olvasni a Bibliát együtt, és imádkozzunk, és kezdeményezzünk. És figyeljetek, csak annyira nagyszerű, amikor látok hívőket, akik fogják magukat, és föltalálják magukat. Nem? Én azt gondolom, hogy annyira hiányzik ez. Azt gondolom, hogy annyira jó lenne, hogyha mi is egyinkább ebbe tudnánk növekedni. Hogy figyelj, fölhívjátok egymást, figyelj, gyere át hozzám, nyissuk meg a Bibliát, imádkozzunk, és nem tudom, most csak mondok valamit. De megtanulni az életünket irányítani. És ezt most értsétek jól, tehát tudjuk, hogy Jézus Krisztus a főkapitány, de ő azt mondja, hogy vedd a kezedbe a kormányt, és irányítsd, és én ott vagyok veled, és én szeretnélek vezetni téged. Oké, de vannak hívők, akik csak úgy élnek, mint hogy a hajó sodródik a hullámokon, és senki nem fogja a kormányt, és ahogy megy, amerre akar. Értitek, hogy miről beszélek? És végül a hajó az nem fog kikötni, nem fog célba érni, mert nincs ott a kormánynál senki, és a kormány meg így tekeredik össze-vissza, láttatok melyen filmeket? És Isten nem arra hívott minket, hogy a hullámok csak úgy dobáljanak minket. Ismétek ezt a részt, az Efézus 4-ben azt mondja, hogy fölnőjünk mindannyian, és beszéltünk erről össze 2 hete, az a 15-ös vagy 16-os vers. Azt mondja, hogy nem a 14-es. Azt mondja, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, és tévútól, csábító rovasságától.
Oké, tehát itt is arról beszél, hogy a hívő kiskorú, és mindennek csak az elszenvedője. És a hullámok dobálják ide és oda. És azt mondja, hogy az ember félre tudják vezetni őt. És, igen, és nyilván itt is beszél arról, hogy az igazsághoz ragaszkodni, de hogy Isten azt akarja, hogy nekünk egy nagyon határozott irányunk legyen az életünkben. Isten azt akarja, hogy a kormányt fog meg. Isten azt akarja, hogy hoz döntéseket az életed felől. Azért vagy ember, én azért teremtettelek téged méltósággal, és olvasd el Zsidó levélben, 1-2-ben beszél erről, hogy az embernek micsoda méltóság adatott. Isten az embert főruházta tekinti és hatalommal, és azt mondja, hogy mi angyalokat fogunk ítélni. Isten hatalmas tekintélyt adott neked, az ő gyermeke vagy. Ő azt akarja, hogy te hozz döntéseket, te hozz nyilván Isten szerint való helyes döntéseket az életedben. Ő azt akarja, hogy legyen vezetve az életed. És nyilván ez nem úgy működik, hogy majd amit én kitalálok az én kis agyammal, hanem nyilván Szent Szellem által. De figyeltek ide! Én nekem az apám nagyon sokszor mondta, nagyon sokszor hangsúlyozta, és én nagyon hálás vagyok ezért, mert ez így bele égett a szívembe. És azt mondja, hogy Jonathan, csak indulj el, mozgó autót lehet irányítani. És ez nagyon fontos, hogy Isten tud téged irányítani, hogyha az autó az életed mozgásban van. De hogyha mindig egy helyben állsz, hogyha várod azt, hogy valaki kezdeményezzen feléd, hogy valami történjen, ismétek ezt a gondolkodást, hogy csak valami történjen már gyülekezetünkben. Valaki kezdjen már el szolgálni, valaki kezdjen már el prédikálni, valaki kezdjen már a gyerekszolgálatot szervezni, nem? Hogy tudunk így gondolkodni, csak valaki kezdjen már el, valami történjen már. De tudod, Isten akarja irányítani mindenünk életét. Azt akarja, hogy indulj el, hogy legyen mozgásban ez az autó, és aztán Isten majd kormányozza. Ismétek a 1 Sámuel 7.14-ben van talán, vagy 6.14-ben, nem tudom most, amikor Jonatán és a fegyverhordozója azt mondja, hogy gyere és menjünk át a filiszteusok előröséhez. És azt mondja, hogy meglátjuk, hogy Isten hátra tesz majd valamit értünk. Mert számára nincs lehetetlen. És számára mindegy, hogy kicsin, vagy kevés, vagy sok által szerez szabadulást. Azt hiszem, így mondjuk, egy sem már 7-14-ben. Úgyhogy azt mondja, hogy gyere, menjünk át a filiszteusokhoz, és hátra tesz majd valamit értünk az Úr. És tök jó az a gondolkodás, nem? Nekem nagyon tetszik ez a gondolkodás. Azt mondja, hogy gyere, menjünk, induljunk el, és majd hát és Isten tesz valamit. Ez jó, nem? Hogy van egy mozgás az életében. Hogy azt mondja, Istennek meghagyja a lehetőséget, hogy ő kormányozzon. Mert Isten nem tudja irányítani az életünket, hogyha nem indulunk el, nem kezdünk lépéseket hozni, hanem kezdünk döntéseket hozni, hogyha nem indítjuk el az autót, nem rakjuk be egyesbe és nem indulunk el, akkor hogy mondja, hogy benne menjél? Akkor nem tud mit mondani. Az első szava hozzád, hogy gyerünk, indítsd be az autót, azt menjen. És majd én vezetem téged. Oké? Úgyhogy ezt mondta a tanítványoknak is, amikor kiküldt őket. Menjetek Jeruzsálembe, Júdeába, aztán Somáliába és a föld végső határáig. Menjetek, én veletek vagyok. Ezt mondta Izrael népének, amikor bevették az ígéret földjét. Menjetek, harcoljatok, és én veletek harcolok. Ez nagyon jó, nem? Azt mondja Isten, menjetek, bátorítva vagytok, hozzatok lépéseket. Menjetek, én nektek adom azt a földet. Csak mozogjatok. Legyetek mozgásban, és én majd irányítalak, vezetlek titeket. Harcolok értetek. Harcolom a harcaitokat. Ott leszek veletek, de hozzatok döntéseket. Oké? Tudjátok, hogy mit mond a Filippi 2, nem, Filippi 1-ben. Hol mondja ezt? Valaki tudja, hogy félelem és rettegése a munkájátok. Az üdvösségeteket. 13-asban, Filippi 2, 13, 12. Azt mondja, hogy ezért hát szeretteim, hogy a mindenkor engedelmeskedtek, nem csupán jelenlétemben, hanem sokkal inkább most távolítemben is. Félelemben és rettegéssel munkájátok üdvösségeteket. Mert Isten az, aki munkája veledek mind a szándékot, mind a cselekvést, az ő tetszésének megfelelően. De nekem nagyon tetszik ez a rész, hogy ezt mondja, hogy menjetek, és félelemmel és rettegéssel munkájátok az üdvösségetek. És aztán Isten az, aki munkája veledek mind az akarást, mind a cselekvést. Ez jó, nem?
Azt mondja Pál, csak menj és indulj el, kezd el munkálni. És aztán Isten majd adja benned a szándékot, az akarást, Isten majd vezetni fog téged, Isten irányítani fog téged, mert Isten az ő gyermekévé fogadott téged. Odarakta beléd a Szent Szelemet. Ő azt mondja, menjél és én vezetni fogok téged. De ha nem indulsz el, akkor nem fog vezetni. Ismeritek Lukács, hogy te mindannyian ismertek. Akkor Jézus találkozott először Péterrel, és prédikál Jézus, és azt mondja, hogy evezünk egy kicsit a mélyre, és hogy onnan akar prédikálni Jézus. És elprédikál Jézus az üzenetet, és aztán azt mondja, hogy menjetek, és evezetek a mélybe, és vessétek ki a hálózatokat. Oké, és ez egy kihívás volt Péter számára. Azt mondta, menjél, húzd a lapátot, evezz a mélyre, és vesd ki a hálót. És megtette volna Péter, hogy ha ura, egész éjszakok én voltunk, ura fáradt vagyunk. Már várat van az asszony, nem fogtunk semmit, nincs kedvem élni se, ez egy katasztrófa volt az a mai este, és csak így kérlek, hogy békén Jézus. Tök jó volt a prédikáció, de én most ha megengeded, én hazamennék. Oké, mondhatta volna ezt Péter, nem? Tök jogosan is mindenki megértette volna. De Péter engedelmes volt. Péter azt mondta, hogy jó, akkor elindulok. És kivetette a hálót, és aztán szakadoztak. És megtörtént a csoda. Oké, de hogyha nem indul el Péter, ha nem indítja be a motort, ha nem rakja be egyenesbe, nem indul el, akkor nem történik meg a csoda. Akkor Isten nem tudja őt vezetni. Akkor Isten nem tudja megmutatni neki magát. Akkor nem figyeltek, ott indult el Péternek az elhívása. Onnantól kezdve Jézus azt mondta, hogy gyere, és ember halászát tesznek. Ha ott Péter hazamegy, akkor nincs Péter apostol. Akkor Péter sztória kimaradt volna a Bibliában. Jó? De tetszik, hogy Péter elindult. És ugyanígy Jézus, amikor hívja, hogy gyere, és lép vízre. Gyere ki a hajóból. És ha Péter nem lép ki a hajóból, ha nem indul el, akkor nem tapasztalja meg a csodát. Jó, és ez ugyanígy van mindannyiunkkal. Mindig bemaradunk a kis csónakunkba, ha bemaradunk a kis komfortzónánkba, és lehet, hogy beszéltünk már erről többet, de ez csak annyira fontos, azt gondolom, hogy ne maradj be a kis komfortzónádba. Kezdj el döntéseket hozni. Isten adott neked tekintélyt, Isten adott felelősséget neked, hogy bánsz az életeddel. Az életünket ajándékban kaptuk Jézus Krisztustól, Istentől, ő alkotott meg minket, és ő azt mondta, hogy én adtam neked rengeteg mindent, és ezzel neked sáfárkodnod kell. És ha mindig csak bemaradsz a kis hajódba, a komfortzónádba, azt mondod, mint az egy talentumos, hogy én fogom és szépen elásom, mert neki ez kényelmesebb volt, akkor Isten nem tudja majd azt mondani nekünk, hogy jó, majd jó, és szolgálom. Jó, akkor nem fogjuk elérni a célt. Akkor az autóhoz nem lehet beindítva soha. Jó, az autót azt azért gyártják, nem tudom, hogy tudtad-e, most egy hatalmas bölcsességet mondok, amikor a gyárba összeállítják az autót, megtervezik, kész van otthon a szalomba, az nem azért lett legyártva, hogy berakd a garázsukba, és kössen egy szalagot, és körbe bekeretezd, vagy valami, hanem azért, hogy beindítsd, azt menj bele. És igen, sáros lesz, igen, aztán lehet, hogy meg szerelni kell, de az autót azért gyártották, hogy menjen. Jó, ugyanígy téged is. Isten azért szült újján téged, azért adott neked egy új életet, azért adta a Szent Szellemet, hogy menj, és engedd, hogy ő vezessen téged. Jó? Mert nem tudom, hogy ki mondta már ezt, de az egy tragédia, amikor egy hajó soha nem megy ki a kikötőről. Nem? Az egy tragédia, nem erre lett alkotva a hajó. Nem erre csinálták. Oké, Isten nem azért adott nekünk új életet, hogy mindig bemaradjunk a kis kényelmizmónákba, hanem legyünk proaktívak, legyünk olyanok, akik kilépnek, legyünk olyanok, akik szervelnek, meg tudnak szervelni. Jó, ne csak mindig fogadni. Úgyhogy igen, arra lettél alkotva, hogy menj ki a nyílt vízre. És nem akarom, hogy ez ilyen elméleti üzenet legyen, jó? Ez át kell tudnod vinni a gyakorlatban, és nem tudom, hogy neked ez pontosan mit jelent, de csak lehet, hogy beragadtál mostanában így a kis kényelmi zónádba. Lehet, hogy mostanában nem annyira lépkedtél kifelé. Lehet, hogy Isten hívna téged valamire, és figyeltek, ez nagyon fontos. Isten hív minket ki,
De ha újból és újból bemaradunk a csónakba, akkor egy idő után nem fogjuk hallani azt, hogy ő hív minket ki. És ez nagyon veszélyes. Ez nagyon veszélyes, mert onnantól kezdve nagyon könnyű elindulni egy úton a vallásosság felé, ahol már csak fogyasztó vagyok, ahol már csak egy ilyen reaktív hívő vagyok, ahol már csak, hogyha éppen még valaki kicsit fölpofoz engem, akkor így életjeleket mutatok, de amúgy meg nem sok életjelet mutatok. Jó? Ez egy nagyon veszélyes állapot. Amikor a Szent Szellem hívására rendszeresen nemet mondunk, akkor ő mondja, hogy gyere, lépj ki a hajóból, és mi azt mondjuk, hogy hát köszi, most inkább jobb volna otthon maradni, most inkább hanyagolom ezt a gyülekezet dolgot, vagy ezt a Biblia olvasás dolgot. Jó, akkor Isten idő után ő nem nagyon tud hozzánk szólni. Jó, úgyhogy ez egy bátorítás mindenünk felé, hogy kezdjünk el lépkedni, az életünk legyen egy mozgóautó, amit Isten aztán tud irányítani, mert ő szeretne minket vezetni. Azt mondja Róma 8, Róma 8, mennyit mondja, 15-ben, 16-ban, 14-ben, hogy mert akiket az Isten szelleme vezérel, azok az Isten fiai. Oké? Okay? Úgyhogy a Szent Szellem bennünk a GPS, nem tudom ismerni ezt a Pintér Béla számot, kért erről egy dalt, hogy a Szent Szellem a GPS, ő a navigátor, de a lényeg az, hogy menjél, jó? A GPS nem fog tudni vezetni téged, hogyha nem indulsz el. És lehet, hogy kicsit eltévedsz néha, lehet, hogy elkanyarodsz néha, lehet, hogy rossz útra mész, de a Szent Szellem újra tervez, és mutat egy helyes utat újra, és el fog szökni a célhoz. Jó? De hogyha nem megy ez az autó, akkor nem fog elérni a célhoz. Nyilván ez egy kényelmes állapot, akkor nem lesz saras az autó, akkor nem kell szerelni az autót, akkor nem kell újra tervezni az utat, de Isten arra alkotott minket. Jó, hogy egy helyben maradjunk, hanem úgy lépkedjünk, hogy menjünk, és engedelmeskedjünk az ő hívásának. És figyeljetek, félelem és rettegés a munkánk, az üdvösségünket. Jó? Ez nagyon fontos. Isten azt mondta, hogy az életedet félelemmel és rettegéssel munkálnod kell, és nyilván ez együtt munkálkodás az Úrral, és ő vezetni fog minket, de a lényeg, hogy nem maradunk egy helyben. Ugyanezt mondja 1 Péter 1.17-ben, hogy félelemmel, félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét. Tudva, hogy nem lesz döntő dolgokon váltatotok meg. Jó? Mert ez az idő egy átmeneti idő. Ez az idő egy olyan idő, ahogy mondtuk, ilyen akrobatosz módon kell élnünk, hogy vigyázzunk a lépéseinkre, mert tudjuk, hogy ez egy bizonyos idő, amit Isten kiszabott nekünk, amit Isten most adott nekünk. És tudjuk, hogy ezt bölcsen kell kihasználni ezeket az időket. Jó, úgyhogy rögöljünk meg minden alkalmat, amikor Isten hív minket, amikor van lehetőség arra, hogy kilépjünk a hajóból, amikor van lehetőség a növekedésre, amikor van lehetőség arra, hogy Krisztus teste összegyűjjön, amikor a közösségben tudunk lenni, amikor meg tudjuk nyitni a Bibliádat, amikor meg tudod vallani Jézus Krisztust az utcán, vagy bárhol, csak legyünk bölcsek, mert nem mindig lesz mindenre lehetőség. Lehet, hogy ez most egy különleges idő, hogy van egy gyülekezetünk, nem? Hogy itt együtt tudunk lenni most. És lehet, hogy 10 év múlva üldözni fognak minket. Lehet, hogy 10 év múlva máshogy fogunk összehívni. Lehet, hogy 10 év múlva nem tudunk kimenni gitározni az utcára, vagy prédikálni, mert rögtön előnek, vagy bármi. Szóval, hogy legyünk bölcsek, jó? Hogy használjuk az időnket bölcsen. És engedjük, hogy Isten kihívjon minket a komfortzónánkból, a csónakból, és higgyétek, hogy ez egy nagyon jó dolog, amikor a hajó a nyílt vízen van, a hajó nem a kikötőben van, hanem tele van sztorival, élményekkel, kalanddal, az a hajó, jó, mert erre lett alkotva. Úgyhogy amen. Amen. És figyeljetek, beszéljünk erről, hogy lehet ennek alkalmazása, jó? Hogy lehet ez a próbétre váltani az életünkben,
jó, hogy kinek ez mit jelent. Ja, körbeülhetünk, és szeretném, hogyha erről tudnánk így gyakorlati oldaláról erről beszélni.